megérkezik, úgyhogy vágjunk is bele az első meccsbe, ami Breach vs. Miun között van. Ez is a görög versus magyar válogatott meccseken, az NVL-en folyt le ez a mérkőzés. És hát Purple, mármint hát Breach lila színekben játszik szokásosan, senkit ne tévesszen meg ez a név, hogy Purple, mert Breachnek még ekkor sem volt saját akkuntja, most hál' Istennek már van sajátja, Purple-nek megjött a szociális ösztöndíja, szóval Miun pedig zöld színekben zerként játszik a Metalopolis nevű mapon, és hamarosan észre is veszi, hogy ott bizony nincs senki. És igen. Purple lent kezd falazni, nem pedig fönt, ez is egy érdekes megoldás. De hát ő tudja, ő a prő. Lássuk csak az APM-eket, hoho, eléggé azért fejfej mellett haladnak. Már kicsit Miun többet spamol. Mert hát az kell. Igen, lehet, hogy itt azért kiélezettebb meccsre számíthatunk, mint Geo és Jarax esetében. És hogy miért van nekem 23 FPS? Na mindegy, jó lesz ez így. Majd valamit egyszer, valamikor állítok valahogyan. Hát Miun egy early expel kezd, nyit. Amit Purple nem tudott megakadályozni, lehet, hogy nem is nagyon szeretett volna, vagy nem tudom, hogy milyen szokás ilyenkor erre felé. De keményen küzd ezzel a herével, hogy magyarul is mondjuk néha az egység neveket, és három darab, ó, jaj, a bunkerrás. Fú de cheese, ajaj, ajaj. Purple kapni fog tőlem, hogyha megérkezik. Hát ez meg még. Új, meg is szakította az expansion gyorsan. Geo nem intett egyébként, hogyha emlékeztek az előző meccsre. Geo szépen hagyta azt az expet, és gyorsan rossra ment. Bár, ha megnézzük azért a két bázis között sokkal kisebb a távolság. Purple-nek ez egyszerű volt. De ügyesen kiment az S-Civic-ke. Mindegy, tehát így a Roach Warren készül is. Hát igen, ez a pálya, ez most biztosított a Purple-nek azt, hogy jól kitoljon Miunnal. Ezért nem is nagyon figyelte, hogy most ki expel-e Miun, vagy nem expel ki, mert nem is számított. Ugyanis ezzel a két darab barakkal fogni tudta, és a két menin ki is jött. Kis fázis késéssel vissza is húzta egységeit Miun. Fú, Purple nagyon-nagyon izmosan derít. Nagyon-nagyon szép teljes map control. És meg is találta ezt az egyszem drónt. Időközben ki is expert Purple, igen, megint csak nem vettem észre, hogy mi történik a háttérben, de nem is lehet. Hú. Na hát úgy néz ki, hogy itt nagyon kemény bujócska megy. Hát igen, egész jól haladnak a dolgok. Purple malmára. Megérkeztek a rócsok. Na most mi lesz? A bunkert egyértelműen nem fogja tudni tartani Purple, ki is húzza két menüt. Kettő szelvécselte, legalábbis az egyiket biztosan. És visszavonulásra kényszerül. Na most... Hát itt a rócsok arányát nézve eléggé nagy creepben van Purple.
ezeket a linkeket gyorsan elintézi, viszont a rócsokkal meg fog jönni egy kicsit a baja. Már egy szívik el, egész szépen fogta egy darabig. Időközben Miun megint csak kiexpelt. Ne, vagy kiexpel, még nem tudjuk. Fogócska látható. De ez a rócs mennyiség, ez semmi. A lingeknek kifejlesztette a Metabolic Boostot, Miun. Remélem jól lejtem a nevét egyébként. Sehogyan nem tudok én artikulálni, tehát Miun. Ő elég furcsa név. Az SCV ez felfedezte, hogy itt már van expansion. De az képest, hogy Purple Terrennal van, azért elég hamar kiexpert, jóval hamarabb, mint Miunnak sikerült volna, ezáltal megint csak ugye makro fölénybe került. És szépen lemasszolja őt, úgyhogy felől semmi kétség nincsen, itt jön a Marauder is. Meg a Marine-nek. Itt valamiről megint csak lehet, hogy lemaradtam, mert hallottam valamit, de már nem tudom megállapítani, hogy mit. Hoppá, további három darab barak készül és egy factory, ez elég sok. Közben Miun is felzárkózott, economy szinten, viszont ha az ármit nézzük, akkor Purple azért jóval nagyobb szinten van. ...63-as populationje van, míg Miunnak, hát most már 60-as, de elég olcsó kis seregről van szó Miun szempontjából. Purple is fejleszt, Miun is, csak nem azokat, amiket így kéne nagyon. Megint csak egy TVZ, kérdezhetnétek ti, hát igen, én is nagyon várom már, hogy valami protoszt legyen, de nem tudom, hogy Goody milyen fajjal szokott játszani, remélem, hogy ő protosszal van. Igen, azt hiszem Goody protosszos, meg a Breach meccseket még, mert hát ez is Breach, de lehet, hogy eddig elég sokáig Purple-t mondtam, na most itt egy elég jó kis harc következik. Fémingek nem teljesítettek úgy, ahogy kellett volna. Pontosabban semmit nem csináltak, csak menekültek. Pedig egy nagyon jó haraszt látok. Pár Bailinggel megfűszerezve, ami egy kicsit elrontotta Bridge gyomrát. De úgy néz ki, hogy elég hamar fölzárkózik, azért 6 darab barak az eléggé számottevő. Ezekből egy darabban készülnek a marauderek, kettőben pedig reaktor van, úgyhogy hát elég gyorsan össze tudja magát szedni, és ez egyáltalán nem fog kedvezni Miunnak. Néz ki, hogy, na. Igen, itt ez már a vége. Ez már a vége lesz.
már nem tud fölzárkózni. Pörtül nagyon-nagyon hamar ekonomi fölénybe került, bár itt készül egy hatcherie, de ezt is látta, köszönhetően a nagyon-nagyon alapos map kontrollnak Pörtül részéről. Hát itt mégiscsak elpusztult ez a kisebb sereg. De már ott van a Siege Tank Siege móddal együtt, úgyhogy itt már nincs mese. További Bailing-ek készültek. Ami naturban nem a legjobb. Főleg egy Siege Tankig ellen nem fog érni semmit. És így GG-zett is Mune. Meglátta a seregét Purple-nek és azt gondolta magában, hogy na jó, menjünk pár másodpercet, gyorsan menjünk a következőre, hát ha elverlek, de mégse. Na mindegy, hát igen. Ez ellen nem lett volna sok esélye. Bár azért a legtöbb ember azért még úgy, ahogy így küzdött volna, de ja. Jól van, hát mit mondjak még, hogy húzzam az időt, hát ha időközben Purple megérkezik, nem tudom.